Sziasztok! A főzős sorozatnak az újabb részét felvettem nektek. Most le is fogom zárni, mert az első részben azt fogjátok látni, hogy miket ettünk, amíg nem volt a nagy bevásárlás, kb. Az egy nap egyébként, mindegy, egy-két nap. És utána elmegyünk bevásárolni, és aztán pedig egy kicsit számfejtek, hogy mennyi pénz megy el a bevásárlásra, és akkor ezt a videót le is fogom zárni, és a legközelebbi videóból már azokból fogok főzni, amiket megvásároltam a Lidlbe, tehát nagy bevásárlás utáni étkeket fogtok látni. Hát tartsatok velem, hogyha érdekel ezt titeket. Őszintén ez a gyümölcsleves nem lett a legfinomabb, hiszen elfogyott a pudingporom, és a tejhez csak egy kis lisztet adtam, ezért is hát nem lett olyan szép, úgyhogy többet így nem fogom csinálni. Szember 6 péntek van, és ma nagyon-nagyon rossz szarkaját főzök, bocsánat, hogy így mondom, de tényleg egész nap takarítás van. Ágynemű húzás, ágynemű mosás, porszívózás, felmosás, fürdőszoba, portörlés, szóval ilyenkor tényleg vagy nem főzök, vagy fagyasztóból veszek ki, de nem találtam semmi olyat a fagyasztóból, úgyhogy, illetve találtam, ezért is lesz ilyen vacak kaja. És hát igen, mirelit, kópos mirelit fasírt, és ráadásul lecsúkolvásszal egybe sütöm, meg még egy kis sült krumpli is volt. Tudnélik, minden, ami ilyen kis megbontott fagyasztott, azt most menni kell, holnap megyek a Lidlbe nagybe vásárolni, és hely kell a fagyasztóból, úgyhogy erre gondoltam, hogy ezeket most megsütöm, pénteki nap, ugye csak én meg Vivi eszünk itthon, meg még párom, Vivien úgyis csak a sült krumpliból fog enni valószínű, meg Max a mirelit fasírtból, ő a fűzőkolbászot szerintem nem fogja, és még van a gyümölcsleves, úgyhogy ez lesz ma, és ma összeírok egy listát, hogy mik kellenek, és holnap megyek a Lidlbe. Sziasztok! Augusztus 7-én elmentünk nagy bevásárolni szombaton. Én a Tesco-ba voltam először, ott csak az ilyen nehéz dolgokat meg szoktam venni, mert kicsi az autóm, és tehát egyszer nem tudom megvenni a Lidlbe a dolgokat. Ott megvettem a zsugoros vizeket, a két olajat, cukrot, lisztet, tehát tényleg ami a főzéshez ilyen alap dolgokat. És voltam a zöldségesben, most nem tudtam videót készíteni, mert egy az, hogy rohantam, kettő pedig tényleg siettem, és nem tudtam volna videózni, de 2600 forintért vettem egy 5 kilós krumplit, egy karalábét, 4-5 darab répát, 1 kiló almát, hagymát is nem tudom, 1-2 kiló között volt, mert nem figyeltem, hogy mennyi volt, illetve vettem még őszi barackot, és nagyjából ennyit vettem, úgyhogy ott 2600-at fizettem, és akkor tegnap meg voltunk a Lidlben. Hát én úgy szeretek elindulni, hogy kajálás után közvetlen, mert akkor nem költünk annyit, de sikerült még előtte máshol is mászkálnunk, és hát azért már éhesek voltunk, és itt nyílt egy új Lidl Debrecenben a Balmazővárosi úton, hát szerintem egy éve megvan már, vagy nem tudom, de mi még sose voltunk, és gondoltuk, hogy elmegyünk oda, most ketten mentünk a párommal, hát ilyenkor többet költ az ember, ő is éhes volt, én is, úgyhogy én 20-as szoktam amúgy ott hagyni, hát 27 000 forint lett, hát igaz, volt benne olyan is, ami nem kaja, meg semmi köze a menühöz, mindegy, rengeteg nasot vettünk. Mindjárt megmutatom szerintem a hűtőt, de nem fogom elsorolni, viszont
Amiket vettem, az biztos, hogy lesz túrógombóc. Ugye a gombócokat mindig szeretjük a Lidlből, túrógombóc az biztos, hogy lesz. Nagyon kívánom az ilyen babos ételt megint, úgyhogy vettem egy konzervbabot, azt is szeretném majd valamibe felhasználni. Illetve akartam volna még venni ilyen halrudacskát, mert hogy Vivi még nem evett halrudacskát, de nem fér a fagyasztóba, úgyhogy azt vissza kellett raknom. Darált hús vettem, ugye az mindig jó, mert mindenféle rakott ételhez, ugye a bolonyaihoz, vagy fasírtnak, tényleg azt nagyon szeretem. Más hús nem is vettem, mert a fagyasztó most teli van hússal, tehát van benne csirkehús, sertéshús, egyedül a darált hús az, ami nem volt. Mostanában joghurt egyáltalán nem fogyik, nem eszik a gyerekek, úgyhogy azt most nem nagyon vettem, csak ezt a kis gyümölcsös, ilyen kis túrókrémes valamit. Úgyhogy mindjárt akkor meg is nézzük, hogy miket vettem, annyi még, hogy inkább a száraz áru fogyott el megint, tehát tésztákat vettem, spagetti, talhonya, stb. Szörpöket vettem, ja, és vettem konzervkajákat is, mert mostanában majd sok ilyen védőnős nap lesz, és biztos, hogy nem lesz időm főzni, mert a védőnő 11-től 2-ig van, szóval tehát pont ebédidő, úgyhogy lesz olyan konzerves kaja is, majd valószínű, hogy fel fogom használni. Nem még, és konyhával kapcsolatos egy ilyen kenyértartó, körveres, ezt Debrecenben Kikába vettem, és 1900 helyett 1700 forint körül volt, mert 15% lejött, az, hogy ez ilyen konyhai dolog, azért mutatom meg. Illetve vettem még egy ilyen kis, hát ilyen műanyag, de amúgy ilyen fa mintázatú kis tálat, ilyen kis snackes tál, ez 1200 forint volt. Tudom a hűtőt, hát ebben most van bőven kaja. Ami különleges dolgokat vettünk most, az például ez a káposztasaláta, ezt nagyon szeretjük. Vettünk egy ilyen mustártormával, ez is, ebből is többféle ízt lehet kapni, és 200 forint azt hiszem. Vettem még, mert én nagyon szeretem ezt a gomolya túrót, azt fel fogom használni, szerintem kaprosú túrós makedi lesz belőle. Francia salátát és kukorica salátát, ugye vettem egy nagy sajtot, az a szokásos. Vajkrémet vettem, ez is most nagyon jó árban volt, ez a Delma 350-ért, ez ilyen multivitaminos. Hát a gyerekeknek nasikát ott hátul, ezt a jófajta virslit. Mi nagyon szeretjük amúgy ezt az antipasztit, ugye ez az olajban ez a kis pepperoni, paprika, és akkor benne ilyen sajtkrém, most van joghurt. Hát itt ott felvágottak vannak, kovászos uborkot mögötte, és igazából milyen halacska, itt vannak a zöldségek, meg a gyümölcsök, saláta, úgyhogy olajbogyót vettünk még, ezeket a kencéket, és ennyi. Persze tojás, tej, meg ilyen dolgokat, és akkor most szörpöt, azt most ilyen körtebírsalmást vettem, ezt Tesco-ba vettem. Ez a diabetikus, ez Vivinek szoktam, kevesebb a cukor benne, ez Lidl. És ez is Tesco málnás, nagyon szeretjük a pölöskét, a kedvenc szörpünk amúgy. Most mutatom utoljára így ezt a spájzot, ugyanis párom most úton van, a Möbelixbe is vesz egy normális salgópolcot, úgyhogy ez, ami itt van, halljátok, ez szerintem meg fog szűnni lassan, ott a zöldségesem, egy kis répa van, meg lent vannak. Hát egyszerűen nem férünk el, mert nekünk nincsen garázsunk, és ugye párom itt tárolja az összes szerszámát, meg minden, szóval itt ez katasztrófa, úgyhogy vettünk még egy nagy uborkát, ugye ez mindig jó, és tejeket vettünk, na és ez a keksz. Ez nagyon-nagyon jól megérte, mert 500 forint volt, és 1 kilós édes keksz, ezt bármivel fel tudjátok használni. Én ugye Vivinek a joghurtjába szoktam, de egyébként tényleg mindenben, csak úgy magába is. És akkor amiről beszéltem, babkonzerv, és akkor vettünk, ez mondjuk meleg szendvicskrém, rakott káposztát vettünk, és csilis babot. Akkor magamnak vettem egy ilyen ropogós ilyen műzlit, ezt csak én szoktam enni, és hát ugye a szárazárut feltöltöttem mindenféle tésztával, meg ugye az alapfűszereket is, vagy alapdolgokat is feltöltöttem. Múltkor összeszámoltam már csak kíváncsiságból, hogy mennyit viszel egy hónapban a kaja, így, hogy azért én főzök, tehát nem rendeljük az ebédet, mert szerintem, hogyha rendelnénk, akkor lehet, hogy többre jönnénk ki. Minden esetre a múlt hónapban úgy
hogy ugye nem mindig volt főzés, mert párom szabadságom volt, és sokszor nem voltunk itthon, és ettünk, vagy rokonok küldtek, vendégség, stb. Olyan 55-60 ezer forintra jött ki a kajálásunk. Ami szerintem elég jó, azért 4 főre leszámítva, mondjuk akkor még ugye szünet is volt, nem volt iskola, tehát szerintem ez elég jó, és ebben benne van ugye minden. Tulajdonképpen a hideg felvágottak, tehát nem csak az ebédet mondom. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy nektek egy hónapban mennyibe kerül így a kosztel. Úgyhogy igazából szerintem nem, egyáltalán nem költünk sokat kajára, meg szerintem én egy nagyon spórolós típus vagyok, tehát most is, én mindig abból főzök tényleg, ami meg van bontva, most is van egy doboz ilyen paradicsom szószom, úgyhogy holnap valószínű paradicsomleves lesz, tehát annak úgymond mennie kell, és kíváncsi vagyok, hogy nektek mennyi jön össze így egy hónapba. Hát szerintem, hogy most Marci iskolában van, szerintem még kevesebb lesz egyébként ez. Szerintem olyan 50 ezerre le lehet csökkenteni egy hónapban, úgyhogy de majd meglátjuk. Mondjuk azt hozzáteszem, hogy ebbe az összegbe benne van, nincs benne, bocsánat, ebbe az összegben nincs benne az a párom étkezés, amit ő minden nap eszik a munkahelyen. Ugye ő bent reggelizik a büfébe, nem visz itthonról kaját, de viszont itthon szokott ebédelni. Úgyhogy ennyi, és ebben még az sincs benne, hogyha elugrunk megízni, vagy rendelünk pizzát, vagy ilyesmi, az külön. De tehát amit a boltba elköltünk egy hónapba, az körülbelül a múlt hónapban 55-60 ezer forint volt. A reggelivel, vacsorával, ebéddel, mindennel együtt, szerintem ez nagyon kevés pénz. Úgyhogy ráadásul itthon volt mind a két gyerek, mert nyári szünet volt, és mondjuk biztos, hogy több lett volna akkor, ha nem kirándulunk, és a többi, mert akkor többet járunk boltba, de viszont így több volt az úgymond olyan pénz, amit kiadtunk gyors kajákra, úgyhogy nem voltunk itthon. Na mindegy, ennyit akartam. Remélem tetszett nektek ez a videó, és a legközelebbi videóba is velem tartottok. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, fent vagyok a Facebookon, fent vagyok az Instagramon, lehet kommentelni is, úgyhogy legközelebbi videóban már csak főzést hozok nektek, illetve elkészült ebéd ötleteket. Úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok, és további szép napot kívánok nektek. Sziasztok!